a magyar irodalomtörténet Kisfaludi Károlyra, mint a magyar vígjáték megalapítójára tekint, aki a reformkor időszakában élt és teljesedett meghatározó szerzővé. Kisfaludi gazdag drámai munkásságának legsikerültebb vígjátéka a Csalódások, ami tekinthető az első magyar vígjátéknak is. Ez a darab pedig 2025-ben beköltözik a Bartók Színház színpadára. Ennek a műnek már elkezdődtek az olvasó próbái Csadi Zoltán rendezésében. Egy igazán különleges, újszerű produkcióról beszélhetünk, mert hogy maga a szöveg az teljes mértékben újraíródott és újjá alakult. Kovács Viktor és Kovács Dominik, egy szerzőpáros, ikrek, fiatal szerzők, ők voltak azok, akik tulajdonképpen bizonyos szempontból magyarították, mondhatom ezt, a szöveget, vagy közel hozták a mához, és jelen idejűvé tették. Számomra nagyon fontos színházi alkotóként, hogy azokat a darabokat, azt a drámakincset, ami a magyar irodalomnak egy nagyon masszív és nagyon jelentős része, és ami a 19. századhoz, a 20. századhoz is kapcsolódik, hogy ezeket újra és újra elővegyük, rátekintsünk a jelenből, a mából, és ezeket a darabokat közel hozzuk a mához. A Csalódások főhőse Lombai, az uradalmi intéző, aki nagyra törő terveket sző, gazdag és előkelő particán fiának és nevelt lányának is. Hogy a fiatalok szeretik egymást, a zordatját nem hagyja meg, sőt vérszemet kap. Nem elégszik meg a gyerekek sorsának elrendezésével, boldog-boldogtalant igyekszik összeborulni egymással. Elképzelései azonban ritkán találkoznak az érintettek szándékaival. De hogy alakul pontosan, az majd kiderül a színpadon. Egy zenés darabról beszélünk, mert hogy több betétdal is lesz majd az előadásban a jelenetek között, jeleneteket helyettesítendő lesznek majd betétdalok, úgyhogy egy ilyen izgalmas, különleges, pergő zenés vígjátékra készülünk a nyár folyamán, és akkor ebből lesz egy házi főpróba, egy zárt körű házi főpróba itt a színházban, és akkor elcsomagoljuk a darabot, eltesszük, és a tél folyamán, 25 telén pedig elővesszük majd, és egy felújító próbával, egy hetes felújító próbával felújítjuk, és február 2. felében lesz majd a hivatalos, rendes, nyilvános bemutatója, premierje a Csalódások című előadásnak. Kisfaludi Csalódás vígjátéka tehát 2025. februárjában érkezik a nagy érdemű számára a Bartók Színház társulata jóvoltából.